Mi egy család vagyunk, fogalmazott beszédében Nagy István az Alma Mater nyugdíjas agrárszakemberek találkozóján a helyi karon. A parlamenti államtitkár megköszönte az elődök lelkiismeretes szakmai munkáját, majd pedig a kormány és a mai agrárszakemberek felelősségét hangsúlyozta. Ha nincs meg a nagyoknak a technológiai fejlettsége, nincs meg a versenyelője, nincs meg az integritási szerepe, hogy integrálja a kisebb gazdálkodókat, hogy összefogja, hogy a technológiai fejlettséget jelentsen és vezessen, akkor nagyon nagy hátrány szemlélünk és nagyon baj. Én akkor el kell mondani, hogy szükség van azon kis gazdaságokra, minél többre az országban, akik önfenntartás, ott a vidék megművelését szolgálják. A szakmai előadások után a magyaróvári születési politikusra, Kovács K. Zoltánra emlékeztek a jelenlévők. Emberségét, erkölcsi tartását sosem veszítette senkivel és semmilyen témában. Az előadások után az egyetem B-épületénél folytatódott a tiszteletadás. A Moson-Magyaróváron végzett egykori politikust Semmilyen Zsolt méltatta a megemlékezésen. Kovács K. Zoltán életének minden területe összhangban volt, kezdte meg beszédét a miniszterelnök helyettes. Legyen az a hívő katolikus, legyen az a családapa, legyen az a politikus, a gazdász, Münchenben vagy Budapesten vagy Óváron, az élete teljes egységben volt. Kovács K. Zoltán minden itthon és emigrációja során Németországban töltött pillanatával a hazai politikai helyzetet segítette. Hazatérése után aktívan részt vett a kereszténydemokrata néppárt újra szervezésében. Ő a magyar valóságnak megfelelően javasolta átvenni azt, ami nyugaton működött, emelte ki beszédében Semmilyen Zsolt. A politikában a legnehezebb körülmények között is, minden üldöztetés és megfélemlítési kísérlet ellenére mindig a lelkiismereti szavát követte, a családja tekintetében, a barátai tekintetében, minden vonatkozásban ugyanaz a Kovács K. Zoltán volt, nem volt benne törés, nem volt benne, hogy egy kicsit ide, egy kicsit oda, hanem nála az igen, igen volt, a nem pedig nem. Kovács K. Zoltán életét többen is példaértékűnek nevezték a találkozón. Erkölcsi rendíthetetlensége, hiteles keresztény életmódja és az erre a két dologra szilárdan épülő politikai tevékenységei miatt.